2021-ben elindult egy új testvér oldalunk is a Bronzon, melynek főszerkesztője egy olyan régi kollégánk, Duncan, aki biztosan sokatoknak ismerős. Ő írt a Bronzonra egy hosszú átfogó cikket a Johnny Depp és Amber Heard közti konfliktusról, az anyag pedig annyira izgalmas lett, hogy úgy éreztük, érdemes lenne videót is készíteni belőle. Az eredeti írott cikket megtaláljátok egyébként a videó leírásában. Következzék tehát a Duncan tollából született Johnny Depp eltiprásának hátborzongató története című véleménycikk videós átirata. Az összeállítás teljes egészében az üggyel kapcsolatban a sajtó nyilvánosságában is megjelent, hiteles dokumentumok alapján készült, ám egy részük vagy nem kapott itthon nagyobb nyilvánosságot, vagy soha nem jelent meg. 2016. május 21-én a Los Angeles East Columbia kerületének puccos részén egy luxus lakáshoz hívták a rendőröket családi veszekedés miatt. Egy Tillet Wright nevű ember adta le a riasztást erre a lakcímre, miután az itt lakó barátnője egy telefonbeszélgetésben a segítségét kérte. A kiérkező járőrnő, a 7 éve a szolgálatnál dolgozó Melissa Sands kopogott az ajtón, oldalán Tyler Haddon rendőrgyakornokkal, aki akkor végezte el a 6 hónapos akadémiai képzést az LAPD-nél. Sands ekkor már több mint 100 hasonló riasztáson volt túl, Haddon pedig a rendőri alapképzésen kapott átfogó oktatást arról, hogy hogyan kell felismerni a családon belüli erőszak jeleit, és miként kell eljárni olyankor. A lakás ajtaját egy sírónő nyitotta ki. Sands feltette neki a legfontosabb és legszakszerűbb kérdéseket arról, hogy bántalmazták-e, és az elkövető jelen van-e. A nő többszöri kérdésre is azt mondta, semmi baja nem esett, nem kíván feljelentést tenni, és a továbbiakban nem válaszolt a kérdésekre. A rendőrök a látottak alapján nem tapasztalták, hogy az asszony tényleges veszélynek lenne kitéve, nem látták szükségesnek a további intézkedést, ezért egy névjegykártyát adtak neki újabb baj esetére, majd elmentek. A nő neve Amber Heard volt, a lakás tulajdonosa pedig a férje, Johnny Depp. Ez az este kulcs szerepet játszik abban a mára 100 millió dollárosra dagadt perben, melynek további tétje, hogy a színész tönkrement életéből és becsületének egyre halványabban füstölgő romjaiból sikerül-e még bármit újjáépítenie. A pár az említett balhét követően elvált, Depp akkor 7 millió dollárt fizetett volt nejének, és látszólag a kedélyek lenyugodtak. De 2018-ban történt valami. Ekkor Heard egy a nők elleni erőszak témájában írt, Washington Postban megjelent vélemény cikkében magát is fizikai abúzus áldozataként mutatta be, és burkoltan arra utalt, Depp a kapcsolatuk alatt verte őt. A színész ekkor gyakorlatilag minden jogi tanácsadójának javaslatával szembe menve 50 millió dolláros pert indított a nő ellen rágalmazásért. Mivel az alapvádakat szegről végről mindenki ismeri, azokat itt még csak röviden foglaljuk össze. Heard azt állítja, Depp több alkalommal bántalmazta, rengeteget féltékenykedett, drogozott és piált. Ilyenkor kifordult magából, és egyre többet veszekedtek. The rum! Yes! The rum is gone! Why is the rum gone? Férje az összetűzések alkalmával többször is azt mondta neki, hogy kinyírja, valamint figyelemhajhásznak és hírnévvadásznak hívta kihívó öltözködése és kacérviselkedése miatt. Az egész ügy fókuszában azonban az az állítása áll, hogy az egyik ilyen veszekedés alkalmával 2016 tavaszán Depp kitépte a kezéből a mobiltelefont és azzal arcul ütötte. Ekkor hívta az ismerős a rendőrséget, majd a sérülésből később a feleség fotót is publikált. Így, mint az egyetlen a hatóság által is dokumentált eset, ez a momentum kulcs szerepet játszik a kettőjük közti jogvitában. Depp eskü alatt vallotta, hogy se Heardöt, se más élettársát soha életében nem bántalmazta, és Heard ezeket a vádakat szisztematikusan építette kapcsolatuk alatt azért, hogy vállás esetén pénzhez és további hírnévhez jusson. Azt elismeri, hogy a kapcsolatuk alatt valóban féltékenykedett, és emiatt idegösszeomlást is kapott. Állítása szerint azonban a felesége szította folyamatosan a feszültséget, pofozta, ütötte, sőt, egy eldobott boros üveggel egyszer le is vágta Depp legfelső ujjpercét. A férj csapata olyan, Heard tudtával készült hangfelvételt publikált, amin Heard hallhatóan ingerülten vitázik férjével, és nagyon karcos dolgokat kotyog ki. A hosszú, teljes hangfelvételen többek között elismeri, ő maga kezdeményezi a veszekedéseket, amelyekből Johnny többnyire menekül. Hozzávágott a férjéhez vázákat és egyéb tárgyakat is. Többször elismeri, hogy megütötte Johnnyt, még azon is vitázik, hogy ez punch volt-e, tehát ököllel csapotta oda a férfinek, vagy hit, vagyis nyitott tenyerű pofont adott. Általában elismeri, hogy erőszakosan viselkedik, de emiatt szintén a férj passzivitását okolja. Azt mondja, nem tudja garantálni, hogy nem alkalmaz újra fizikai erőszakot férjével szemben.
A hangfelvételen többször elhangzik egy bizonyos Travis neve, akire Johnny az esetek szemtanújaként hivatkozik. Ő Travis McGovern, Johnny Depp testőre, akit Depp segítségül hívott, amikor Heard bántalmazta őt. Ezt a nő nem tagadja, sőt, így csúfolódik. Ha ennyire tetszik, akkor dugjál vele! McGovern később eskü alatt azt vallotta, hogy látta, amint Heard megüti a férjét. Ő a punch, tehát az ökölelütés szót használta. Leköpi Deppet, egy doboz energiaitalt vág hozzá. Ez egybecseng azzal, amit Sean Bett, Depp biztonsági főnöke mondott írásos tanúvallomásában. Az egykori sheriff helyettes, aki 8 évig védte a színészt és családját, szintén azt állította, többször látta, hogy Heard bántalmazta Deppet mind verbálisan, mind fizikailag, és számos alkalommal kellett kimenekítenie Deppet ezekből a helyzetekből. Mi több, úgy fogalmaz. Miss Heard alkoholos állapotban gyakran viselkedett így Mr. Deppel. Idővel megtanultam korán észlelni a jeleket, és közbe tudtam avatkozni, mielőtt a helyzet eszkalálódott volna. Bett fotókat is mutatott azokról a sérülésekről, amelyeket az arcán egy veszekedésben Deppnek felesége okozott. Ráadásul Heard maga is elismerte, hogy a képeken az ő ütése nyomai láthatók. Amikor a nőt arról kérdezték, miért ütötte meg Deppet, azzal indokolta tettét, hogy úgy érezte, a férje veszekedés közben le akarja lökni a húgát a lépcsőn. Arra a kérdésre, hogy miből gondolja, hogy ilyet tett volna, azt a homályos állítást tette, hogy olvasta valahol egy újságcikkben régen, hogy Depp korábbi párját két Most egyszer lelökte a lépcsőn. Csak hogy ilyen hír soha nem volt, Most pedig személyesen jelent meg a bíróságon, hogy elmondja, Johnny mennyire gondoskodó és jó társ volt számára, és mennyire nehezen viselte, amikor a férfi szakított vele. Nagy jelentőséggel bír, hogy 2016 tavaszán Depp házához a riasztásra kiérkező járőrnő Melissa Sands bíróság előtt eskü alatt vallotta, hogy semmilyen külsérelmi nyomot nem látott a színésznő arcán aznap este. A tárgyaláson készült jegyzőkönyv alapján mindkét rendőr közelről meg is vizsgálta Heard arcát. Sainz a 7 éve az LAPD-nél szolgáló, családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetekhez rendszeresen riasztott rendőrtiszt kétszer is, és semmilyen sérülést nem láttak. Bár Heard nem volt hajlandó válaszolni a rendőr egyetlen kérdésére sem, a járőrök egy úgynevezett protective sweep-et hajtottak végre a lakásban. Ez az amerikai rendőrzsargon arra utal, amikor a tisztek elővigyázatosságból körbejárják a helyszínt, lehetséges veszélyhelyzetre felkészülve és beazonosítva bármilyen további kockázati tényezőt. Ennek során a lakást rendben találták, ellentétben azzal, amit az esetről később a sajtóban Heard állított, aki szerint Depp hatalmas dürohamában szétverte és összetört mindent. A szomszédban lakó Isaac Gibbs, valamint Trinity Esparza szintén azt vallotta, hogy sem aznap este, sem a következő napokban nem látták nyomát zúzódásnak vagy sebnek az asszonyon, és sminket sem, amivel esetleg ezeket próbálná elfedni. A házban dolgozó biztonsági őr Alex Romero ennél is továbbment. Azt mondta, amikor látta a fotókat, arra gondolt, hogy az egész kitaláció, hiszen másnap élőben látta a nőt bármiféle sérülés nélkül. Az Angliában zajló perben Deppet, két Most mellett korábbi élettársa, Winona Ryder és két közös gyerekük anyja, Vanessa Paradis is gyakorlatilag angyalként festette le, aki se velük szemben, se mással nem volt soha erőszakos, és eleve az ilyesmi nagyon távol állna tőle. Ryder tapintatosabban fogalmaz, de Paradis világosan kimondja, hogy a 25 évnyi ismertség és 14 évnyi házasság és közös gyereknevelés alapján elképzelhetetlennek és falsnak tartja a vádakat volt férjében szemben. A per során megszoruló tanúk mindegyikében közös, hogy Depp részéről ténylegesen soha nem láttak semmilyen tetlegességet a feleségével szemben. Heard érvelésének tulajdonképpen a legfontosabb támasztéka az a néhány beszámoló, amiket ő maga néhány barátjának és a családjának tett szóban vagy üzenetben. Az évek során erőszakos velem, teljesen kifordult magából, és hasonló tartalmú SMS-eket írt szüleinek, testvérének, és többek közt azoknak a férfiaknak, akikre Depp féltékeny. Erről kicsit később. Ezekről Depp csapata azt állítja, alaptalan, igazolhatatlan állítások, amiket azért küldözgetett körben minden veszekedésük után, hogy bebiztosítsa magát egy válás esetére. Heard lényegében minden az évek alatt zajlott nagyobb veszekedésük kapcsán megfogalmaz vádakat bántalmazásról, az angliai per során mintegy 14-et sorolt fel, de orvosi látlelet vagy kézzelfogható bizonyíték hiány Deppék következetesen kitartanak amellett, hogy ezeket utólag költi hozzá történtekhez. Az egész ügy kulcskérdése tehát az, mennyire szava hihető az asszony. Kate James 2012 és 2015 között volt főállásban Amber Heard asszisztense. Őt eredetileg egyik fél sem idézte volna be, de a fejleményeket látva maga kérte, hogy tanúskodhasson, mert úgy érezte, az igazságérzetét sérti, amit lát. Vallomásában maga is alátámasztotta Heard rossz indulatú, bántó viselkedését.
A munkaviszony alatt rendszeresen verbálisan bántalmazta James-t, napi szinten küldözgetve neki részegen, olykor összefüggéstelen, olykor pedig szemétkedő üzeneteket hajnal 2 és 4 óra között. Ennél azonban súlyosabb állítása is volt. Azt mondta, amikor a Heard vallomását tartalmazó írásos dokumentumokat rendezgette, hogy eljuttassa a bíróságra, megdöbbenve látta, hogy Heard egyszerűen ellopta az ő igaz történetét arról, amikor Brazíliában 26 éves korában egy késsel fenyegetve megerőszakolták, és némi módosítással saját történetként hazudta bele a Depp elleni vádiratba. Igen, jól hallottad. Amber Heard egy valódi szexuális bántalmazás áldozatának saját asszisztensének tragédiáját beleszőtte a Depp elleni vádak közé, mintha ő szenvedte volna el azt volt férjétől. Majd megkérte az eredeti áldozatot, hogy adja azt postára. James hozzátette, a feleség által traumatikusnak leírt egyik veszekedés során, amikor állítólag verték és bántalmazták, jókedvűen ment medencés partira a barátnővel. Ugyanezen a tárgyaláson egyébként Kevin Murphy, Depp ingatlan kezelője mondta el, hogy Heard és haveri társasága odapiszkított Depp ágyába az egyik bulin, és a nő neki később ezt csak egy ártatlan szivatásnak nevezte. Nem mellesleg, ez szintén szembe megy Heard védekezésével, miszerint a fekáliát Depp kutyája prezentálta a paplanra. Nem tesszük közzé a képeket, de maradjunk annyiban, az a cuccot nem egy ölebé. Egyetlen egy alkalommal, egyetlen egy vallomásban sem találtunk utalást arra, hogy Depp bármelyik volt feleségét, komornyikot, szomszédot, testőrt, titkárnőt, pláne rendőrtisztet befolyásolni próbálta volna akár pénzzel, akár másként. Ezzel szemben az Eastern Columbia Lofts, vagyis a Balhé helyszínű szolgáló társasház egyik vezetője írásos közleményt juttatott el a People magazinnak, amiben jelezte, hogy Heard június elején, tehát 2 héttel az eset után, immár sérült arccal megjelent az irodájában egy bizalmas beszélgetésre, és arra kérte, a People magazin riporterének tagadja le, hogy a ház lakói sorra cáfolják az ő állításait. A kérést a ház menedzsmentje elutasította. A májusi estén rendőrt hívott Willett Wright, a nő jó barátja ugyan elhiszi Heard vágyait, de Deppet ő is szerető, jó emberként írja le, akinek a tetteit először ő sem hitte el. A sajtónak nyilatkozva eredetileg azt mondta, kiáll barátnője mellett, hisz neki, ám elmondása alapján verésről ő is csak Heard beszámolóin keresztül értesült az évek folyamán, közvetlenül nem látott ilyesmit. Utólag egy Twitter bejegyzésben utalt csak arra később, hogy a korábbi években látott zúzódásokat Heard arcán, illetve a nő mutatott neki egy véres párnát a bántalmazás bizonyítékaként. Egészében véve azonban a feleség saját maga által készített fotóit és az általa másoknak elmondottakat kivéve valamennyi szereplő állítása egy irányba mutat. Az amerikai bíróság ezt alig hanem érezni véli, mivel legutóbb már felszólították a nőt, adja át a mobiltelefonját a fotóinak eredetiségével kapcsolatos kivizsgálásra. Azzal kapcsolatban, hogy a mobillal készült fotók ilyen ügyben felhasználhatók-e bizonyítékként, a videó alapjául szolgáló cikk szerzője megkérdezte dr. N. Nagy István ügyvédet is, aki jogi pályája előtt 20 évig bűnügyes rendőrként dolgozott. Bár a bántalmazott számára érthetően nem ez az elsődleges és a legfontosabb, de a bántalmazást követően mindenképp célszerű azonnal látleletet vetetni. Ez tudja leginkább bizonyítani a bántalmazás tényét és azt, hogy az milyen módon keletkezett, ami a későbbi bántalmazói vallomás megcáfolására is alkalmas lehet. De természetesen a fotó önmagában is elég lehet, ha tudjuk azt bizonyítani, például okán a telefon által rögzített pontos dátummal, hogy az közvetlen az eset után készült. Emellett segíthet a bizonyításban az is, ha az áldozat ezt a sérülést másnak, például szomszédnak, barátnak vagy családtagnak is az elkövetést követő viszonylag rövid időn belül megmutatja, esetleg a történtekről beszámol neki, mondta el. Vagyis a fotó is lehet bizonyíték, de a szakember azt is hozzátette, ilyenkor szakértő segítségével valóban ellenőriztetni lehet, hogy a képet manipulálták-e. Azt az eljárás egyébként elég nyilvánvalóvá tette, hogy Deppet a toxikus kapcsolat gyakorlatilag tönkretette, és ha volt benne abúzív hajlam, azt saját magával szemben legalábbis biztosan érvényesítette. Egy alkalommal, vélhetően egy féltékenységi rohamában azzal fenyegetőzött, hogy késsel megvágja magát, és azt kiabálta a nejének, vágj meg, mert tudom, hogy úgyis ki akarsz nyírni. Az biztos, hogy a féltékenység és az asszony, Depp szerint, urvás viselkedése nagyban szerepet játszott a konfliktus elharapózásában, mivel Heard ennek kapcsán Deppet folyamatosan egy alaptalanul féltékenykedő, üldözési mániás félőrültnek írja le, úgy illik, hogy megnézzük, vajon volt-e oka a férjnek hisztizni. Beszéljenek itt a képek. Itt Amber Heard látható a ház liftjében Elon Musk-kal, a színész távollétében.
Itt pedig, szintén Depp távol létében, James Franco színésszel megy fel a pecóba, pár nappal azután, hogy az állítólagos verés történt. Fogalmazhatunk persze tapintatosan is, de a dolog úgy áll, hogy amikor a férj nem volt otthon, kisebb-nagyobb szünetekkel gazdag és híres urak kísérték fel a hölgyet alakba. De akkor miért ítélt az angliai bíróság Deppel szemben? Az Angliában zajló per arról szólt, hogy a The Sun Brit Bulvár lap egy cikkében asszonyverőnek hívta a színészt. Ezt a döntést azóta számos sajtótermék arra használja, hogy maga is így becézze, puszta jó indulatból, illetve azért, mert ezek szerint már szabad. Csak hogy az angliai per nem azt volt hivatott részletesen vizsgálni, hogy Depp elkövette-e vagy elszenvedte a bántalmazást, hanem tulajdonképpen arról kellett döntenie, hogy a rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan használhat-e ilyen jelzőt egy kiadvány. Az angol bíró szerint Heard beszámolói és az általa készített fotó erre elegendő. Fontos adalék, hogy a perben Deppék érvelésének középpontjában az állt, Heard motivációja az anyagi haszonszerzés és a hírnév volt. Az eljáró Andrew Nicol bíró ezt azzal utasította el, hogy Heard a válás során kapott 7 millió dollárt is jótékony célra ajánlotta fel, így aztán nem lehet pénzhajhász. Nos, ezzel meg ott a gond, hogy Heard valójában még most, 4-5 évvel a válás után sem utalt el a pénzt semmiféle szervezetnek, és ezt még a nő ügyvédje is elismerte. Most pedig tegyük mérlegre a fentieket, és filózzunk egy sort azon, kinek hinnénk, ha nem lenne ismerte a két szereplő neme. Nevezzük A-nak és B-nek a két felet, majd rendeljük hozzá az érveket, bizonyítékokat, beszámolókat és eskü alatt tett vallomásokat. Ki itt az áldozat? Nem fogunk reagálni a rajongók nyomására, azt tesszük, ami legjobb a filmnek. Ezt a nyilatkozatot már Peter Safran, az Aquaman producere tette, arra utalva, hogy a puszta közhangulat nem elég ahhoz, hogy a főszereplőt kivegyék a készülő filmükből. A szóban forgó sztár, akinek kirúgásától mereven elzárkóztak, Amber Heard. Johnny Depp a fenti hátborzongató történet másik szereplőjének karrierjét illetően ez a becsületes szemlélet úgy látszik nem volt irányadó. Az összes rendőr eskü alatt tett vallomása, valamennyi szemtanú beszámolója, de még a nő beismerő vallomással felérő hangfelvétele sem volt elegendő ahhoz, hogy a férfi becsületének akár egy morzsája is megmaradjon. Amikor az ügy kirobbant, Deppet a közvélemény nagy része meghallgatni sem volt hajlandó, nőjogi csoportok kérték azonnali betiltását, még a Diort is mágiára akarták vetni, amiért a márka kitartott mellette azzal, hogy alkalmazni merte a Sauvage parfüm arcaként idén januárban. A jelenség oka teljesen világos. Sokan képtelenek elhinni, hogy egy csinos, mosolygós hölgy a négy fal között mérgében odacsap, vagy hogy még nagyobb gazdagságért hazudhat, hiszen ez lehetetlen. Az egyik legbizarabb eleme az egész ügynek éppen ezért, hogy az asszony explicit, szó nélkül ki is mondta egy második hangfelvételen, gyengébb, törékeny nőként, és mindenki neki fog hinni, tehát előre megmondja, Deppnek férfi mi volt a okán, esélye sem lesz a bíróságon. De nézzünk szembe a tényekkel. Egy 2018-as riportban az Optug által megkérdezett szakember azt mondja, a szervezetét 20%-ban férfiak keresik fel az otthoni bántalmazások áldozataiként, de a szám ennél még magasabb is lehet, hiszen a férfiak nehezebben fordulnak a hatósághoz ilyen ügyekkel. A hagyományos férfi szerep miatt egyszerűen megszégyenülésnek éreznék segítséget kérni. Jon Thorsten Leimbach a Férfiasság megélése című könyvében a német családügyi minisztérium által készített férfiak elleni erőszakról szóló kísérleti tanulmányát idézik 2004-ből, ami azt az eredményt hozta, hogy a vizsgálatban résztvevő párok közötti erőszak mintegy felét női fél követte el. Az érintett férfiak fele azt mondta, még csak nem is védekezett, és egyetlen érintett férfi sem tett feljelentést a rendőrségen. Természetesen nem állítja senki, hogy az adat 100%-ban korrelál a nyugati háztartásokban jellemző viselkedési mintákkal, de mindenképpen arra sarkal, hogy megfontoltabban mérlegeljünk, ha a Depp botrányhoz hasonló ügyekben foglalunk állást. Az ilyen szituációkban egyébként a férfi gyakran menekül a helyzetből, nem akarja bántani a párját, ellenben a másik fél, ha agresszív, akkor azt gondolhatja, gyengébb lévén joga van verbálisan és akár fizikailag is keményebbnek lenni, akár nyílt erőszakkal. Megjegyzendő, hogy az első hangfelvételen Heard szinte pontosan így írja le kettejük veszekedéseit, a férfi menekül a vitákból, ő meg megy utána. A dolog másik, nem kevésbé fontos aspektusa, jogelvi kérdés a törvény előtti egyenlőség vonatkozásában. A szexizmus ellen kiállni nem ízlés dolga, hanem kötelesség. A Johnny Depp és Amber Heard közti ügyben a médiában megjelent megbélyegzések és elsietett becsmérlések gyakran szexisták, nem ritkán férfi gyűrölők, de minimum előítéletesek a férfiakkal szemben.
szemléletesebben mondva, ha pusztán a neme alapján tekintesz valakit áldozatnak, akkor pusztán a neme alapján tekinted a másikat bűnösnek. Igazságosnak gondoljuk ezt? Johnny Depp mellett nem azért kell kiállni ebben az ügyben, mert tudjuk, hogy neki van igaza, hanem éppen azért, mert egyelőre nem tudjuk biztosan, kinek van igaza. Az egyre népszerűbb mizogínia, nőgyűlölet kifejezés mellé érdemes a szótárunkba bevésni a férfi gyűlöletet, a mizandriát is, amit a mainstream sajtó egy része olykor már elgondolkodtató nyíltsággal propagál. Szemléletes például visszaemlékezni, hogy Hurt fotójával teli volt a nyugati és a hazai sajtó. Depp igazoltan a feleség által bevert fejét, hányszor láttad a címlapokon. Döbbenetes olvasni, hogy az ügyben Nima Ramani, korábbi szövetségi ügyész és Hollywood egyik jogi szakértője az Insidernek azt nyilatkozta, Deppnek ki kéne szállnia a rágalmazási perelgetésből, hogy mentse a karrierje maradványait. Tehát egy ügyben, amelyben a rendőrök és a tanúk vallomásai egytől egyig mellettet szólnak, és a másik fél hangfelvételen dicsekszik azzal, hogyan és miért pofozott szét, neked kell meghunyászkodva elsúnyognod és mentened a karriered maradványait, mert a nemed erre predesztinál. Ha pereskedsz, növeled a sajtóvisszhangot, ha peren kívül egyezkedsz, rácsütik, hogy megveszed a másik fél hallgatását. Még a tönkrement életed romjain végrehajtott öngyilkosság sem megoldás, mert a rögtönítélő Twitter had ordinári cinizmussal süti rád legot, hogy kioltott életed nem több egy beismerő vallomásnál. Jó lenne látni tehát, hogy a most taglalt ügyben jogvédő csoportok nincsenek mindenkit óvatosságra, amint a közéletet pásztázzák a szigorú, de kérlelhetetlenül igazságos tanárnő szúrós tekintetével. Nehogyán valaki esetleg hitvány módon kísérelje meg fillérekre váltani több millió otthon magányában, kilátástalanságban, fájdalomban elmorzsolt könycseppjeit. Nehogy méltatlanok titkon kiborítsák a perseit a hálóban, kihasználva, hogy a pénzcsörgést elnyomja az igazi pofonok visszhangja a konyhából. A családon belüli erőszak sokkal fontosabb ügy annál, hogy megérzésre hozzunk benne ítéletet, és intelezve köpjünk arra, aki józan észreint. A női kiszolgáltatottságról pedig nem azért kell beszélni, hogy az így gerjesztett empátia dollárokat zsaroljon ki gazdagékból. A családon belüli erőszak elleni nagy győzelem lesz, amikor már senki nem betemethet arra, hogy egy tönkrement párkapcsolat végén szuper erejével börtönbe csettintse a másik toxikust. Mivel a videó egy a Bronzon magazinban megjelent véleménycikk átirata, magától értetődik, hogy a ti véleményetekre, meglátásotokra, gondolataitokra is kíváncsiak vagyunk. Írjátok meg őket mindenképp lent a kommentek között. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképp dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Annak kapcsán is kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hogy mennyire tetszik nektek ez a formátum, illetve a jövőben készüljenek-e videók hasonló bronzonos vagy a Lapcsalád más magazinjában megjelent cikkek alapján. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!